Sziasztok, kedves Battlefield.hu TV néző, drága látós cimboráim! Hát most olyasmit mutatok nektek, amit még nem láttatok, és sokan kértetek, pedig nem akartam, de hát muszáj volt. Úgyhogy most a Sabalan Pipelin Capture the Flag módot tudjuk majd most jobban szemügyre venni, azaz lopd el a zászlót. Ja, Isten, imádom, ó, megyek ezzel a motorral úgy, mint az állat, és, na, meg volt az első roadkill-em. És nagyjából ennyi is volt a történet, úgyhogy most újra születhetek meg. Azért ne izguljatok, a további időtartalma az egy kicsit izgalmasabb lesz. Vagy csak így a hirtelen nekifutás eredménye volt. Na, és itt ez a drágalátos Abrams tank, ami arra való, hogy ellopjuk vele a zászlót. Úgyhogy... elég gáz hangja van ennek az ászlólopásos mizériának. Na, nézzük, ott közeledik egy motoros. Arra fele. És, vajon ki tudom előni, Na, nézzük. Hát, csak itt disable, hát, ennek nem örülök. Motorokat amúgy ilyen nehéz páncélos járművekkel meglepően nehéz elpusztítani. Míg hogyha belesorozunk a drágalátos motorosba egy sima gépkarabellyal, hát kvázi az egészet ki tudjuk írtani, motorostul, enemistül, mindenestül együtt. Na, de kezd izgulni, most izgulni, kezd izgalmas lenni itt a dolog, tekintve, hogy az Abrams-szemmel közeledek az enemy territorihoz. És, hatalmas mészállást akarok itt véghez vinni. Hát megmondom nektek az őszintén, a zászlóval nem nagyon szeretnék törődni, mert én nem az a zászlóhordozó típus vagyok. Na, először is ezt a pár aknát meg kéne semmisítenem. Úgy látom, ez sikerül kivitelezni. Jó. Közben megjöttek a csapattársaim lopkodni a zászlót, imádják. És meg volt az első enemy is. Ott próbálnak becsatlakozni a többi enemik. Olyan what the fuck volt ez? Na. Azt mondja, itt vannak még aknák. És ott egy enemi is, egy enemi. Egy kis akna. Vagy csak úgy dől a lóvé. És azt mondja, hogy ja, sikerült egy roadkill-t is elkövetnem. Isteni ez a jármű. És mi van még hátra? Még egy kill. Egy kis kill assist. Na, alakul ez a Capture the Flag móka. Az enemy próbál minket bemérni. Oly, sikerült belém lőni egy rakétát. Oly, de gonosz. Na, ennyit tudtam a tankkal elérni. És nézzük, mire vagyok még képes. Jó, van még egy áldozat. Megpróbálok egy kis fedezéket találni, itt azért annyira nem fog keresni engem az ellenség. Ó, és úgy látom, sikerült az érre kerülnöm, annak ellenére, hogy hozzá nem nyúltam a zászlóhoz. Ó. És így szaladgál alattunk ez a izé. Ó, nagyon érdekes zenét találtak ennek. Ó, hogy jön megint egy úriember. Na, lesz még itt valaki, ó. Ott valami incidens történik. Szárvusz, Pajti. Jó van, ennek is annyi. És megint ott jönnek ketten. Azt az úriembert még el kéne kapni. És ez is sikerült. Jó van, alakul. Na, sikerült kvázi az egész ellenséges csapatot leamortizálnom már itt a főbézüknél. Egy úriembert próbáltam megüldözni, csak valaki hátulról meglátott, és nem akart, hogy én üldözzem azt az úriembert, úgyhogy meg volt a második halálom is. Jó, Istenem, micsoda játék. Na, és most valahol itt leszek a... hát nem tudom, leszpanolok ebbe a járműbe, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Nézzük. Ott egy enemy helikopter. Megpróbálom bemérni. És valami nem tudom kilőni a rakétát, csodálatos. Elég be volt mérve, na de mindegy. Hát ez nem jött össze, közben valaki tűz alá vett minket, és... Vodnik kinyírt engem.
fene vinné el ezeket az oroszokat? Ha hogy lehetnek ezek ennyire agresszívak? Hát nem értem, majd de szörnyű. Jó, akkor most gyalogosan próbálom megközelíteni a dolgot. Közben a csapattársaim, ha figyelitek, a minimapot lelkesen hurcolázták a zászlót. És ha jól látom, már kettő darab zászlót sikerült ellopni tőlük. Oroszok is próbálkoznak itt kisebb-nagyobb motoros erőkkel, csak hát... A képek tanúsága szerint annyira nem megy ez még nekik. Itt a minimapon, itt a sziklák előtt való volt itt előttem egy úriember. És bele elbeszélgetünk kicsit. És, ó, és jó van, megpusztul, szerencsétlen. Ott van még egy úriember. Jó, ő is megpusztult. Na, már csak egy kis töltén kéne, és ott egy mobil spam pont. Várok egy picit, hát ha leszületik oda valaki, és megölhetem. Semmi. Jó van akkor. Pusztulnia kell a spam pontnak is. Megint közelednek a motorosok. Meg kéne őket rémítenem, csak hát 12 történjel annyira már nem fog menni. Manóva. Na jó, akkor maradt a kis pisztolykám. Elméletileg 3 zászlóig megy a kör, úgyhogy ha sikerül a többieknek bevinni még egy zászlót a bézünkre, akkor bizony megnyertük a kört, és vége is van ennek a csodálatos játékmódnak. És úgy látom, sikerülni fog. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, hogy megnéztétek a Szabalám Pipelines CTF túravezetésemet. Hát remélem tetszett az a kis műsor, amit láttatok. A következő adásig a viszontlátásra. Sziasztok!